Haldokló asszony keresi szeretteit irgatlan vagyonforog kockán. Várja! Azt mondja, Yorkban a milliómos Florence Snyder kétségbeesve kutat nővére gyermekei után. Maxi Steve a páratlan örökség várományosai. Látszottam, mi csak van valahol. Figyelj már! Miss Snyder megszegni Steve-et gyerekkorukban látta utoljára, amikor édesanyjukkal Angliába hajóztak, egy ideig leveleztet, de később elveszítette velük a kapcsolatot. Az egyik legnépszerűbb kortárs amerikai sztárszerző Ken Ludwig bohózatában két jó barát, két megérhetéssel küzdő Shakespeare színész próbál ügyeskedve pénzhez jutni, mikor váratlanul egy hirdetésre lesznek figyelmesek. Haldokló asszony keresi szeretteit. Leo és Jack nem haboznak, úgy döntenek, Max és Steve helyébe lépnek. Max és Steve, biztos vagy lányok? Igen. Florence arról, hogy százszor mesélt róla. De hát az újság nem írta róluk, hogy lányok. De biztos nem lehet részt. Az emberek nem olvasnak valami figyelmesen. Az újja volt. A lányok. Itt van a lányok. Egy véletlen folytán kiderül, hogy a keresett rokonok nem férfiak, hanem nők, és már is megszületik fejükben az ördögi terv, hogy hölgyeknek adják ki magukat. Szerencsére a bőröndökben ott a teljes Shakespeare ruhatár. Ne tudjuk csinálni! Én Maxi, te Stefanika! Tényleg is, nem öltözöm nőnek soha, még véletlenül sem. Nem van semmi, egy millió dollárért sem. Ne. Csak várjál, az a kérdés, hogy melyik te ugye? Hagyd a pár! Hallod, ne teszte a pár! Gyere, csinálj, elég! Hagyd a szájjál, A bohózatot Veszprémben a Pannonhalmi Színházban Szelle Dávid rendezte. Emellett az egyik főszereplőt, Leót is ő alakítja. Egy nagyon régóta használt komédiai elemhez nyúlt a szerző. A fő komédia forrását az adja, hogy két már-már kilátástalan helyzetben lévő színész felfigyel egy hirdetésre, hogy egy haldokló asszony keresi a szeretteit, és elhatározzák, hogy kiadják magukat ennek a két keresett rokonnak, csak aztán kiderül, hogy ezek a rokonok valójában nők, és kapva kapnak az alkalmon, és nőként jelennek meg Florence Snyder a haldokló öregasszony lakásán, a birtokán, és innentől kezdve kezdődik a mozgalom. Tehát egy nagyon-nagyon régi olyan eszközhöz nyúl a szerző, hogy férfiakat öltöztet be nőnek. Az 50-es évek végén játszódik ugyan, de dekortás eszközökkel operál. Legalábbis a mi olvasatunkban és a mi színpadra állításunkban abszolút kortás, tehát nem egy avit. És olyan dologról beszélünk, amit egy kicsit le kellett porolni, hogy aztán azt újra új köntösbe tudjuk megmutatni, hanem minden egyes momentum alkalmas volt arra szerintem, hogy ez akár a mai korban is játszódhat. A darab karaktereit a szerző a nagy előttől, Shakespeare-től kölcsönözte. Az előadást végig kíséri a Vízkereszt vagy amit akartok című komédia. Annak konfliktus rendszere elevenedik meg. Egy nagyon fontos párhuzamot szeretnék kiemelni. Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok című vígjátékával egy elég erős párhuzam található meg a darabban. Konkrétan is, hiszen a darabon belül a Vízkereszt vagy amit akartok című színdarabot próbálják, illetve kicsit áthallásosan és nagyon érdekesen megjelenik például az első felvonás végén, amikor a nőnek öltözött Leo színész udvarol a nadrág kosztümben jelenlévő Margaretnek. Egy ilyen érdekes kis Shakespeare csavart visz bele, hogy itt kicsit megfordította azt a történetet, ami a Vízkeresztben Olivia és Viola között történik. Nyilván elsősorban azért a szórakoztatás a célunk, hiszen szerintem ez a darab arra íródott, hogyha beül a nézőtér, akkor önfeledten ki tudjon kapcsolni. De természetesen azért vannak benne olyan pillanatok. Például számomra az egyik legfontosabb a momentum ebben a darabban az, mert hogyha az én részemet nézzük, az én karakteremet nézzük, hogy hiába azzal a szándékkal mennek oda elsőként a színészek, hogy csalás árán ugyan, de megszerezzék a vagyont. Gyakorlatilag az első pillanatban beleszeret Leo a Florence Snyder unokahúgába, Margaretbe. Sokfajta üzenete van szerintem,
Egyet, hogyha mondjuk ki tudok emelni, akkor tényleg azt tudom hangsúlyozni, hogy nem minden nap pénz, és nem minden az anyagiak, hogy azon muszáj egy kicsit túllépnünk az anyagi dolgokon, és előtérbe kell helyeznünk a saját boldogságunkat sajnos. Muszáj egy kicsit önzőnek lenni. Ez milyen jól áll neked, nem? Gertrude a Hamletből, mondjuk az a jó kis fekete parókával, na? Ja, atomgrénának! Jó, van, akkor neked? Engem felejtsen, nem bírom fel a fotót! Jó, van, ennyi szíz már. Akkor keresünk egy másik, amit szólsz hozzá. A primadonnák alapja a fiatalok érvényesülési vágya, és persze a szerelem, mely a vígjátékok szabályai szerint végül beteljesedik. A darab végére Leo és Meg, valamint Jack és Audrey kapcsolata is lép beér. A emlékezetem nem csak, szerintem ez az első ilyen igazi prózai szerepem itt a színházban, mert nagy részt eddig zenés darabokban játszottam szerepeket, és nyilván ott volt dolog, ami mögé be lehetett bújni, akár a tánc, az éneklés, de itt most semmi ilyen eszközöm nincs, tehát itt most tényleg csak a prózai készségekre vagyok hagyatkozva. Pont emiatt is nagy kihívás ez most nekem, de nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és hát remélem tudok élni vele. Két szálon fut a szerelmi része is, mert ugye a társamat is megtalálja közben, az ugyanúgy a szerelem, és engem is, és mind a ketten a végén már nem is az érdekel minket úgymond, hogy a pénzt megszerezzük, hanem az, hogy a két lányt megszerezzük, tehát átvált a dolog igazából. Olyan szempontból engem, mint színész, nagyon izgalmasnak találom ezt az átalakulást. Szerintem igazából minden színészt, vagy talán minden embert is nagyon foglalkoztat és nagyon izgatja a fantáziáját, hogy mondjuk milyen lehet a másik nemnek a bőrében lenni, és pont ezért én ezt egy nagyon izgalmas és csodálatos átalakulásnak, meg feladatnak, kihívásnak tartom. Jó, akkor segítsünk a felébe, puh! Sík ideg vagyok te! Én Leót látok, akartam nézni! De színészeket! Igen, pontosan! Figyelj csak, azért szórakozni lehet, nem? Te tudod mi? Elmegyünk barátokhoz, vacsorázunk, diskurálunk, mit szólsz hozzá? Az önfeled komédiázás mellett fény derül, gyarló emberi tulajdonságokra lelepleződnek álságos társadalmi viszonyok is. A darab több tanúsággal is szolgál, például arra is rávilágít, hogy nem érdemes működőképtelen kapcsolatban élni. Valahol a 25 éves vagy a 25-es éveiben lévő lányról beszélünk, ami nekem azt jelenti, hogy 15 év mínuszt kell hozzak a színpadon. Ez azért furcsa, mert eddig az elmúlt 20 évben általában 15-20 év pluszokat szoktam játszani, most először van egy ilyen lehetőségem, hogy fiatalabb lány legyek. Egy olyan lányról beszélünk, aki alig élt, vagy alig ismer valamit a világból. Hozzákötődött a szülei korai halála után egy lelkészhez, aki mellette volt, nevelte. Valahol belül tudja, hogy mit szeretne, Párizsba járni, szép ruhákat, ékszereket, de valahol ez Duncantől, a tiszteletestől nem kapja meg, így belenyugszik ebbe a lagymatag szerelmi viszonyba, egészen addig, amíg meg nem érkezik a nagy szerelem, Leo, és észreveszi, hogy hát hoppá. Tehát nem ez a szerelem, ez nem ilyen. Én arra biztatok mindenkit, hogy nem szabad benne maradni egy olyan kapcsolatban, ahol az ember elnyomást érez, vagy azt érzi, hogy nem valósíthatja meg az álmait, és nem lehet önmaga. Mert látni fogjuk a darabba, hogy milyen az a személyiség, és milyen az a karakter, amikor még a lelkésszel vagyok, és milyen az, amikor kinyílik egy fiatal lánynak az élete. És szerintem ez nagyon fontos a mostani világban, hogy nagyon sokan ragadunk olyan kapcsolatban, amiben nem lenne szabad benne ragadni. Úgyhogy szerintem az én részemről van egy ilyen üzenete is, hogy próbáljunk meg kilépni és váltani akkor is, amikor nincs egy Leo Clark az életünkben. Ken Ludwig bohózatát 2004-ben mutatták be először, azóta a magyar színházak is előszeretettel játsszák. Mulattató, gondűző történet várja a nézőket.